Megtörtént eseményekről, egy emberéletekért is felelős üzemi környezetszennyezésről szól Todd Haynes új filmje a Sötét vizeken. Az Erin Brockovich sztorihoz hasonló történet egy céges jogász küzdelmét meséli el. Egy farmer felkeres egy addig nagy vállalatokat bravúrosan védő ügyvédet, aki számára hamar világos lesz, hogy az egyik vegyi vállalat évtizedek óta mérgezi egy kisváros ivóvizét, és ettől több száz állat pusztult el, és a helyieket is végzetesen megbetegíti az ivóvízszennyezés. Robert Bilott az igazi ügyvéd, akit a filmben Mark Ruffalo játszik, szerint egy olyan történetről van szó, mely mindenkit érint egész Európában. Ezek a kemikáliák mindannyiunk szervezetében ott vannak, a vérünkben. A gyermekeink már úgy jönnek világra, hogy bennük vannak ezek az anyagok. Ez a sztori messze túlmutat a nyugat-virginiai farmokon. Mindenkit érint, tényleg mindenkit, mondja. A szóban forgó anyagok megzavarhatják az agy fejlődését, rákot és születési rendellenességeket okozhatnak. Todd Haynes megmutatja, hogyan tesz kockára mindent az ügyvéd azért, hogy bebizonyíthassa a kisemberek igazát. Ha beleképzeljük magunkat a helyébe, ha belegondolunk, milyen érzés is egy ilyen veszélyes helyzetben egyes egyedül szemben állni egy védett óriás vállalattal. Na, ezt akartam elérni, hogy képzeljük bele magunkat. Megpróbáltam bemutatni a sztorit, ezt a kilátástalannak tűnő küzdelmet az egyedülálló főhős szemszögéből, magyarázta a rendező. It puts the individual, the person watching the film directly into that experience. A Sötét vizeken című thrillert február 27-től vetítik a magyar mozik. We protect us. We do.